Azeto sikerrel vette a selejtezőt, miután az elődöntőben a szerb Kragujevácot, a fináléban pedig a házigazda Glasverketet is legyőzte. A győr a főtáblán találkozik majd a dán Mityllanddal, a macedon Várdas Kópjéval és az osztrák Ipon Niederösterreich csapatával, a legerősebbnek tartott C csoportban. A magyar bajnok Ferencváros alanyi jogon tagja a legjobb 16 mezőnyének, és a csoportkörben a német Thüringer, a horvát Podravka Koprovnica és a francia Fleury Loire lesz az ellenfele. A szurkolók pedig elővehetik a naptárt, lehet készülni a meccsnapokra, ugyanis ezeket már nyilvánosságra hozta az EHF. Az első fordulót október 17-én rendezik, 20 óra 15 perckor a Várdár otthonában játszik majd az Eto. A lányok a második fordulóban október 25-én 19 órakor a Mityllandot fogadják. A harmadik fordulóban október 31-én Hipo Eto mérkőzést rendeznek, este 4:09-kor. A negyedik fordulóban jön majd az osztrák csapat az Audi Arénába, ezt a meccset november 8-án 17 órakor játsszák. Az ötödik kör november 14-én lesz, 16 óra 30 perckor Eto Várdára program. Az árokörben, a hatodik fordulóban pedig november 22-én a Mityllan fogadja az Audi Etós lányokat 15 óra 10 perctől. Közben megkezdte a klub a kék, vagyis a BL bérletek árusítását is. Továbbra is lehet online vásárolni a jegymester.hu oldalon, illetve személyesen a győri látogatóközpontban.